Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizós, szeptember 19-én. A hold a mai napon a Sitra holdházban található. Ez a holdház Spica csillaggal áll összeköttetésben, és ez azt jelenti számunkra, hogy Spica csillag kihat a mai napra. Spica csillag hatása alatt kezdhetünk valami újat, mert ez ki fog virágozni. Ez hoz számunkra termést. De az eredmények nem azonnal jönnek, hanem kell egy kis türelem hozzá. A hold egy ilyen határon van. A délelőtt folyamán még minden olyan kellemes, de úgy este felé van egy kis nehézség a párkapcsolat területén, vagy olyan helyzetben, amikor szeretnénk valamit tisztázni, vagy valami fontos dologról kell, hogy beszéljünk, és minden olyan nehéz, akkor számíthatunk arra, hogy lesznek nézeteltérések. Fontos a könnyűség, ez a játszadozás. Nem kell ma este komoly dolgokról beszélni. A férfiak érzik ezt a belső feszültséget, az abból adódik, hogy egy visszatekintő Mars bolygó és a hold szemben áll, ők képeznek egy úgynevezett opozíciót. És a férfiaknak szükségük van a belső egyensúlyra. Egy komoly beszélgetés viszont ahhoz vezet, hogy ők elveszítik a nyugalmukat. És ez az, ami nézeteltérésekhez vezethet. Merkur bolygó, ugyanúgy, mint más bolygók is, kering a nap körül. A mai napon elér egy pontot, ezt úgy nevezzük, hogy uphill, és ez a legmesszebb állópont a naptól. Itt ennél a pontnál lelassulnak az események a gravitáció miatt, és ez a távolság a naptól azt is jelenti, hogy a mai napon nem lehet valamit tisztázni, és vigyázzunk arra, hogy mit közlünk másokkal, vagy mit közölnek mások velünk, és hogy tudunk beszélgetni egymással. Most komoly dolgokról beszélni, vagy valamit lerendezni, megpróbálni átlátni a dolgokon nagyon nehéz. Inkább várjunk holnapig, vagy ez megoldható a napokban. A Vénusz bolygó egyedül van kapcsolatok nélkül, ennek az az előnye, hogy mi hölgyek, kimutatjuk a nőiességünket, egy olyan, mint egy szín. A másik előnye az, hogy mások nem avatkoznak be a mi dolgainkba, ez bennünket, hölgyeket érint, de Vénusz bolygó mutat a párkapcsolatra, a szerelmi élet területére is, tehát ott is kihat, hogy mások nem avatkoznak bele a dolgainkba. És ez volt a felvételem, Mizós, szeptember 19-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!